Benedek Tibor egy 2014 szeletes 200 kilós tortával lepte meg a Burattino iskola hátrányos helyzetű nebulóit, de előtte a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó közös testmozgásra hívta a lelkes fiatalokat, előkerült a focilabda és persze egy kicsi vízilabda is. Ki tud úszni? Na, ez egy nagyon jó hír. Nem lehet elég korán a gyerekekbe ezt belenevelni, ezt az érzést, mert hogyha nem kerül beléjük, akkor felnőttként már sokkal kevesebb százalékuk kezd el majd sportolni, mint azok a gyerekek, akik már gyerekkorukban általánosan már az életük részévé válik a sportolás. Természetesen a sztárpár gyermekei sem ússzák meg a napi testedzést. Sportolniuk mindenképpen kell, hát az kötelező, tudom, hogy csúnyán hangzik ez a szó, de anélkül nem lehet. Az, hogy milyen sportágat választanak, abban nem nagyon akarjuk őket presszionálni, tehát hogy bármit választhatnak. A játékos átmozgatás után a gyermekek Benedek Epres Panni segítségével felvágták a C-vitaminban gazdag barackos óriástortát, mely egyébként 3 napig készült. A különleges megmozdulással az egészséges életmód fontosságára igyekeztek felhívni a figyelmet, de persze ők is emberből vannak, természetesen világbajnok kapitányunk sem veti meg a finomságokat, sőt felesége szerint igencsak éves szájú. Kevesebbet sportol, de azóta kevesebbet is veszünk. Úgyhogy amikor mondjuk egy picit több csoki van a fiókban, akkor rám szól, hogy miért vettél megint ennyi édeséget, mert nem tud neki ellenállni. Amíg játékos voltam, addig megengedhetem magamnak nyugodtan, hiszen a kalóriafogyasztásom vagy felhasználásom az nagyon magas volt. Most már ez kisebb, úgyhogy annyival próbálom vissza is venni az édességfogyasztást. Végül az is kiderült, hogy a vízilabda válogatott szövetségi kapitánya világbajnok csapatából kire bízná a hatalmas torta gyors eltüntetését. Vámos Marci mondjuk a középső részt ezt megenné egyedül. Bedő Krisztián még kapna még egy sort, és a többiek meg osztoznának a többi.